A Földi István könyvtár két kategóriában hirdette meg meséíró pályázatát. Az első kategóriában általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak a meséit, a második kategóriában általános iskolák felső tagozatos diákjai és kisgimnazisták meséit várták. Az első kategóriában 18, a másodikban pedig 29 mesét küldtek be, tudtuk meg az egyik zsűritaktól. Egy mese az mese, legyen élvezetes, már a címe is hívja fel a figyelmet magára, legyenek benne jó szereplők, mesei fordulatok, izgalmas történet. Szóval minden, amit egy mesétől elvárunk, legyen benne, és akkor az egy jó mese. És 47 csodás mese, 45 gyerektől igazán nem is gondoltuk. Az elmúlt években ugye a vírus és egyéb kapcsán kicsit megcsappant a versenyzőknek a száma, úgyhogy idén ez a rengeteg mese nagyszerű volt, és nagyszerűek voltak a mesék. Tehát, minthogyha a rákészülés ideje segített volna a gyerekeknek ahhoz, hogy csodákat hozzanak létre. Ott volt a hős, a katona, a királyfi, a sárkány, mindenki ott volt, akinek lennie kellett. A kisebbek nagyon kedvelik az állatos történeteket, a kedvenc cicát, a talált cica, az például egy ilyen gyakran visszatérő fordulat. A barátságok nagyon gyakran megjelennek a történetekben, mesehősök, egymással barátok, egymást mentik meg. Én azt gondolom, hogy a saját életük, ahogy ez ennek lenni is kell ebben a korban, ott van a mesében még. Minden mesének van tanulsága, hiszen valakinek a lelkéből indul ki az a szép történet, amit aztán kikerekít, hogy úgy mondjam, de mindegyiknek volt mondani valója, és felnőtt fejjel is érdemes ezeket nyomon követni. Mi nem tudtuk tényleg, hogy kinek a meséjét, azt tudtuk, hogy 10 év alatti, vagy 10 év feletti, és így olvasgattuk a történeteiket. Nincsen megkötés. Így aztán a legkisebbek is, ugye a 6-8 éves, aki még csak éppen kezdte a fogalmazást, gyönyörű gyöngybetűkkel a vonalas lapon is beküldhette a történetét, vagy pedig hát ugye a számítógépen írta meg 3-4 oldalt, azt is örömmel olvastuk. Az eredményhirdetés alkalmával közreműködött Deli Orsolya és diákja Kiszler Benedek, akik műsorukkal színesítették ezt az ifjú meseírók számára fontos pillanatot. A 47 mese 4 iskola diákjaitól érkezett, akik a fantáziájuk szülte történeteket vetették papírra. A pályázók oklevelet vehettek át, a kategóriák dobogósai pedig emellé könyvet és egy logóval ellátott pólót kaptak Újhelyi Mónikától, a meseíró pályázat életre hívójától. A kategóriák első helyezettjei büszkén számoltak be a mesékről, amelyekkel elkápráztatták a zsűrit. Palánki Sára ki szerette volna próbálni magát, ezért vetette papírra a következő történetet. Egy pásztor fiúról szólt, aki hát kiszabadította a királylányát, mert arra volt a sárkány. Kincső ma már nem csak hallgatni szereti a meséket, ő maga is szívesen gondol ki történeteket. Az én mesém címe az Élet forrása, és azért indultam ezen a meseíró versenyen, mert nagyon szeretem kiskorom óta a meséket, és anyukám mindig meséket olvasott nekem. Most volt az első próbálkozásom, hát nem gondoltam volna, hogy első helyezett leszek. A tipikus mese szereplők a 3 királyfival indul, akinek megbetegedett az apjuk, és el kell menniük az életforrásához, hogy hozzanak egy pohár vizet, és hogyha megissza az apjuk, akkor meggyógyul az apjuk, és újra vidám lesz. A meséket íróik és a zsűri tagjai ismerik csak egyelőre, de ki tudja, lehet egyszer mi magunk is olvasói lehetünk ezeknek a gyermek fantázia szülte történeteknek.